Hát engem Bogdan Albertnak hívnak. Szarzoltan születtem itt a kapun belül, 80 éves vagyok. Sülpityókat ettünk, piros hagymát ettünk, és ilyen gyengébb dolgokkal éltünk, mint ahogy most élnek a fiatalok. De egészségesek voltunk, jól éreztük magunkat. Meg voltunk elégedve a sorsunkkal. Hál' Istennek! Most ha hajszála és megfájdul, menjünk az orvoshoz. És amíg az orvoshoz menjünk, addig sose jövünk az egészségesen. Örökké kapja valamilyen betegséget. Ma van ez. De azt mi nem tudjuk. És ha tudjuk, akkor már azután fáj. De addig nem fáj, mert nem tudtuk. Érti ugye? Kezdjem ott, hogy egyszer a fiataloknál a kezdettől függ. Milyen családban született, a szüleim milyenek voltak, hogyan nevelték, mert sokáig a gyermek mikor megszólal, van nem az első szót, de már a következő szókot már káromkodással kezdi, mert azt hallja a szüleitől. A másik pedig nem azt hallja a szüleitől, hogy amikor eszik, imádkozik. Követ. A gyermek követi az apját, az anyját, jóba és rosszba is. Amelyik jó szülő, jól tanítsa a gyermeket, az a gyermek soha el nem felejti. Az ki fog várni rajta 80 éves koráig, amit jól tanul gyermek korában, és amit szépet tanul, amit nem jól tanul az is. Ha legelső sorba fogadjanak szót a Jóisten, és utána a szüleiknek. Mert ez hiányzik most erősen a fiatalságtól. Ezt a kettőnek nem fogadnak szót. Elég sajnos. Azt mondja, a gyermekkoromban nagyon szerettem a lovat, lovaink voltak, jártam a kovács műhelybe vasaltatni, már korán dolábat fogtam. A kovács műhelybe megszerettem a kovács munkát, mikor 15 éves voltam, kovácsinasnak mentem. Pibarcholván. Igen, de most ha egy gyermek meglát egy biciklit, neki is olyan kell. Mert meglátta. Van a barátjának, neki is kell. Nekünk akkor nem volt, amiben gyögyörködjünk, csináltunk magunknak úgy. Fűrészeltünk karikát a hőfából, kifúrtuk, csináltunk szekeret, csak húztuk magunkat. És olyan volt mindenkinek. A bétöltötte nekünk a kedvünk. Igen, de most sokkal nagyobbra vágyunk a fiatal gyermekek, hát olyan gyermekeket látok, hogy mindjárt 2-4-5 éves gyermek motorbicikliával. Na ez a baj, hogy igen, nagyra vágyunk vagyunk. Nem vagyunk megelégedve, ami van, jobb kell, több kell. Régen az udvarlás nem így volt, mint most. Most a leányok udvarolnak a legényeknek. Régen elmentünk, egy héten kétszer volt vizita este, máskor nem mentünk, akkor ezt csak ha fogadtok, és 9 órakorra haza kellett menni. Nem szabadott reggelig ülni. 25 éves koromban vittek el katonára. 21-ben megnősültem. Egy leányom 11 napos korában meghalt, eltemettem, nagy temetéssel. A másik megszületett egy évre, és mikor 80 napos volt, egyik napról a másikra elvittek katonára. 6 hétig levelet nem kaptam Karakalban. Én írtam, és nem tudtam, hogy megkapják-e. Akkor nem így volt, hogy mobiltelefon minden perce. Egyrészt úgy el volt keseredve, hogy a nyakát elvágta, az ereket elvágta. Még semmit sem vágott el, de megfutott az esze. Én vigasztaltam mindenkit. Azért, hogy bíztam a Jóistenbe, apró pénzre vettek. Meg akarták, hogy tagadjam, nem tagadtam meg, és a végén aki belém kötött a legjobban, a zubonyából egy Bibliát kivett, és nekem a Bibliából olvasott. Meglapogatta a vállamot, és azt mondta, ügyes ember vagy, azt mondja, megálltad a helyet. Na. 10-szer meg vagyok operálva,
még ilyen-olyan vasszilánkok, azok nincsenek belészámítva, itt is van egy nagy vágás, látszik, ne, még az sincs, de tízszer komolyan meg vagyok operálva. Azt is hallottam a fülemmel, amikor az orvosnak a nővér azt mondta, hogy még adjunk fájdalomcsillapítót, már nem ilyen beteg. De szállsz már Árius umád, de úr azt mondta. Meg múlva csalok meg. Három nap múlva a Reáni Várjúlő ejtem az osztályról, az orvos megkérdezte maga, milyen vallású, maga Isten a félő ember, úgy látszik, igen, abban vagyok, mondta. Ez volt az életrajzom, nem ott akkor. Feleségemmel mindjárt 60 éve együtt vagyunk. Ez olyan a szerelmi élet, és a házas élet, és a fiatal élet, hogy azt is csak mércével szabad. Nem szabad belé menni torkig, mi szokták mondani, csak mércével. Minden nap megvan a maga módja, és a maga rendje, azt szerint kell élni, már úgy helyes. Az a legnagyobb baj, igen jól van dolgunk, igen gazdagok vagyunk. Baj is van egy kicsit, már ha sok pénzünk van, nem bírunk magunkkal. Egy kicsit szegényebbek vagyunk, sokkal becsületesebbek vagyunk. Végezzel az úton, és a faluban mindenki az ő baja, mi a kapunk belül végezzük a bajunkat. Én árav úton tanítom. És azt, ha beítartjuk, annál rossz. Annál teszel rosszat, se nekem, se magának.